ajánlott. A forgalomban lévő autóbuszok egy része még ma is mechanikus sebességváltóval üzemel. Ezeknél a sebességváltást minden esetben a tengelykapcsoló kinyomásának kell megelőznie. Ehhez a típustól függően 30-40 kilopont láberőre van szükség, de maga a sebesség kapcsolása is nehézkes, nem egyszer nagy erőkifejtést igényel. A mechanikus sebességváltó működését jó szemlélteti modellünk. Figyeljük meg az első fokozat és a hátramenet kapcsolásának legfőbb fázisait. Először oldjuk a tengelykapcsolót, kapcsoljuk az első sebességfokozatot, majd a tengelykapcsolót felengedjük. A bekapcsolt sebességfokozat csak a tengelykapcsoló ismételt lenyomásával oldható. A következő kapcsoláshoz megint csak oldani kell a tengelykapcsolót, és csak azután kapcsolhatjuk a következő sebességet, példánkon a hátramenetet. Egy átlagos műszakban mintegy 1500-szor kell tehát működtetnünk a tengelykapcsolót, ami szerényen számítva is 52,5 tonna teher rövid úton való emelésével egyenlő. Ez egyenértékű egy rakodó munkás napi teljesítményével. Az Icarus 200-as autóbuszokra szerelt Prága M70-es sebességváltó jelentősen megkönnyíti a gépjárművezetők munkáját. A sebességváltót közvetlenül a motorra építették. Ez a sebességváltó két fő részből áll, a hidraulikus nyomatékváltóból és a mechanikus egységből. A hidraulikus nyomatékváltó három fő alkotóeleme, a turbina, a szivattyú és a státor. A mechanikus egység két lamellás tengelykapcsolóból, valamint a meghajtott és a meghajtó tengelyeken elhelyezett fogaskerekekből áll. A sebességváltó két fogaskerék áttétellel szerelt előmeneti és egy hátrameneti fokozattal épült fel. Az egyes sebességek kapcsolását a lamellás tengelykapcsolók végzik. Vizsgáljuk meg a lamellákat kiszerelt állapotban és beépítve. Az A jelű gomb benyomásával tulajdonképpen bekapcsoljuk az első fokozatot. A továbbiakat a sematikus ábrán kísérhetjük végig. Tehát első fokozatban indultunk. A második fokozat kapcsolását már a félautomata sebességváltó maga végzi. Az előtét tengelyen lévő röpsúlyok és a gázpedállal kapcsolatban lévő körhagyó automatikusan vezérli az átkapcsolást az olajnyomás, egy mikrokapcsoló és egy elektromágnes segítségével. Az elektromágnes váltja át a kétkarú himbát, amely elmozdítja a vezérlőgyűrűt. A vezérlőgyűrű hozza működésbe azt a hidraulikus szelepet, amely olajat enged a lamellák mögé. A bal oldalon záruló lamellák az első fokozatot kapcsolták. Tovább gyorsulva a himba átbillen, magával viszi a vezérlőgyűrűt, áttolja a szelepet, és így a jobb oldali lamellák kapnak olajnyomást, bekapcsolódik a második fokozat. A hátramenet az első fokozat kapcsolásával és az irányváltókerék elmozdításával jön létre.
Így a vezetőfülkéből eltűnhet az oly sok fáradtságot okozó tengelykapcsoló és a sebességváltókkal is. Az aljelű gomb benyomása és a rögzítőfék feloldása után most már autóbuszunkkal áttérhetünk automatikus menetmódban mindennapi munkánkra. Síkterepen, normális útviszonyok mellett akár egész nap is járhatunk ebben az üzemben. Az aljelű gombot csak hosszabb megállás vagy várakozás esetén szükséges oldani. Hegymenetben, nagyobb emelkedő előtt célszerű az egyes jelű gomb benyomása. Ha ezt elmulasztjuk, gyakran előfordul a váltó fel- és visszakapcsolása. Ez váratlanul a vezető akaratától függetlenül következik be, és rongálja az egész erőátviteli rendszer. Lejtmenetben az egyes fokozat mellett a B jelű gombot is benyomhatjuk. Így jutunk hozzá menet közben a motorfék szinte nélkülözhetetlen segítségéhez. Ezzel megakadályozhatjuk az autóbusz túlzott felgyorsulását. Csúszós, jeges útviszony esetén ajánlatos a kettes sebességi fokozattal elindulni. Ezzel elkerülhetjük a kerekek kipörgését és az autóbusz megcsúszását. Hátrameneti fokozat bekapcsolása előtt az autóbuszt kézifékkel rögzíteni kell, majd az N jelű, a Z jelű és a kormányoszlopon lévő irányváltó nyomógombot kell használni. A kézifék oldása után az autóbusz tolatásra képes állapotban van. A tolatást a forgalmi utasítás szabályai szerint fedezés mellett fokozott figyelemmel hajthatjuk csak végre. Az automatikus kapcsolásnak is megvannak a maga szigorú szabályai és kötelező technikája. Ha az autóbusz vezetője a kapcsolási tartományban nem veszi el lábát a gázpedálról megfelelő időben, a kapcsolás feltétlenül erős ütés kíséretében következik be. Ez jól érzékelhető a motor fordulatszám mérőjén is. Helyes kapcsolásnál mintegy 18-20 km/h sebességig kihúzatjuk az autóbuszt, majd a gázpedált hirtelen visszaengedjük. Kapcsolás után ismételt gázadással gyorsítjuk tovább járművünket. Vigyázni kell azonban arra is, hogy ezt a műveletet ne végezzük a kelleténél lassabban. Ha a kapcsoltatási ütem túl lassú, ugyanúgy károsítjuk az erőátviteli rendszert, mintha az autóbuszvezető egyáltalán nem vette volna el lábát a gázpedálról, és a kapcsolás hamarabb jön létre, még mielőtt a fordulatszám alapjáratra csökkenne. Ha autóbuszvezetőink rendszeresen, vagy túl gyakran kapcsoltatnak helytelenül, előbb vagy utóbb a lamellás tengelykapcsoló dobján az égpálya kiverődik. Beégés elroncsolódik a tengelykapcsoló dob, és a további használatra alkalmatlanná válik. Az egykor sík lamellák a hő és a surlódás hatására elgörbülnek. Ezek az alkatrészek már csak beolvasztásra alkalmasak. Automatikus menetmódnál van még egy harmadik, úgynevezett direkt fokozat is. Ez körülbelül 35 km/h sebességnél automatikusan jön létre a hidraulikus nyomatékváltó reteszelésével.
A Prága sebességváltóval ellátott autóbuszaink hasznos, jó segítői gépkocsi vezetőinknek. Megkönnyítik amúgy sem fáradtságmentes munkájukat. Feltétlenül szükséges tehát, hogy kellő hozzáértéssel, nagy figyelemmel kezeljük és óvjuk azokat.